A mezőgazdaság területén 5 kategóriában jelentkezhetnek az érdeklődők. A csantavéri Kovács Antal eddig nem pályázott, de szeretné gazdaságát bővíteni. Szeretnék megérdeklődni a prosperitáti pályázatról, a kapcsolható eszközökre szeretnék pályázni. A mezőgazdasági és a mikro- és kisvállalkozások esetében is 1,5 millió dináros összegig támogatja az alapítvány a pályázókat 75%-os intenzitásban. Előnyös elbírálásban részesülnek azok, akik 3 vagy több 18 évkor alatti gyermeket, illetve 18 év feletti, de eltartott gyermeket saját háztartásukban nevelnek. Az ő esetükben 90%-os a támogatás. Pályáztunk már pár évvel korábban, sikeresen teljesítettük a pályázatot, és meg is nyertük. És az idén ismét szeretnénk pályázni, mert kis gazdaság vagyunk. 3 gyerekes családanya vagyok, így reménykedünk benne, hogy ismét sikeres pályázatot tudunk teljesíteni. Szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozunk, és valamilyen kapcsolható eszközre szeretnénk pályázni az idén. A termeléssel foglalkozó vállalkozók esetében is 75, illetve 90%-os a támogatás intenzitása ugyancsak 1,5 millió dináros összegig. Mindkét pályázati vonal esetében 2 milliárd forint a támogatási keret. A pályázatok 2024. február 5-én 14 órakor zárulnak, illetve a keret kimerülésekor. Ez miatt a Prosperitáti Alapítvány munkatársai azt tanácsolják az érdeklődőknek, hogy mielőbb adják át igénylésüket. Ez az 5. egyben utolsó lakossági fórumunk, viszonylag nagy az érdeklődés, a gazdák érdeklődőek, megfogalmazódott sok kérdés, ezekre a kérdésekre igyekszünk a lakossági fórumok alkalmával válaszolni, hiszen nem életszerű, hogy mindent írás belőle a pályázati szabályzatban tudnánk megfogalmazni, ilyenkor az életszerű kérdések előkerülnek, és ezekre is fontos, hogy megadjuk a válaszokat. Falusi házak vásárlásának támogatásának igénylésére 2024. január 15-ig van lehetőség. A pályázatonként megítélhető támogatás összege 1 800 000 dinárra növekedett. Az aktuális pályázatokról minden szükséges információ megtalálható a Prosperitáti Alapítvány honlapján a www.prosperitati.rs oldalon.